Zöldre váltás után kétszer két sávon haladhat a forgalom a Simai úti kereszteződésből a vasútállomás irányába Nyíregyházán. Korábban ez volt az egyik legbalesetveszélyesebb pontja a vármegyeszékhelynek, most már itt is jelzőlámpa irányítja a forgalmat, hasonlóan további öt kereszteződéshez, amely része volt a Nagykörút bezárásának. A beruházásnak köszönhetően teljessé vált a belvárost bekerítő négy sávos körgyűrű, amitől sokat vár a városvezetés is. Ez volt a városnak a legkritikusabb forgalmi szempontból, legtúlterheltebb szakasza, ezen most túl leszünk. Én azt remélem, hogy az áteresztő képesség, a közlekedés folyamatossága, biztonsága tényleg szintet fog lépni. És ez csatlakozik ahhoz a programhoz, amit itt Nyíregyházán 2012-13-ban indítottunk, a közlekedési csomópontok átépítése, és ennek a szintnek a koronája most a Nagykörút bezárása. Történelmi léptékűnek nevezte az átadást Vinnai Győző országgyűlési képviselő, rávilágítva arra, hogy a helyiek 40 éve vártak erre a beruházásra. A politikus hozzátette, a Nagykörút bezárása a becsatlakozó utak szempontjából is nagyon fontos. Az egyik ugye a Simai út, amely megújult teljesen, és Kálmaházát és a Bokortanyákat ebbe az irányba lehet elérni. Ez egy óriási lépés, és nagyon örülnek az ott lakók. A másik a 36-os út, az úgynevezett Tiszavasvári út, hiszen a Tiszavasvári járás települései, mint egy 30 ezer ember, ott éri el Nyíregyházát, hogyha idejön Nyíregyházára, és megújult a felüljáró, a Tiszavasvári úti felüljáró a közelmúltban, aminek szintén nagyon örülünk. Szabó Tünde kormánybiztos úgy fogalmazott, a Nagykörút bezárása jól illeszkedik Nyíregyháza elmúlt évtizedben megvalósult közlekedési infrastruktúrai, kulturális és sportberuházásaihoz. Úgy gondolom, óriási érték Nyíregyháza életében, hogy minden nehézség ellenére a veszélyek korában is megújulnak a város lehetőségei, hiszen magas fokú fejlődés tapasztalható a helyi gazdaság és turisztika viszonylatában, de ugyanez elmondható a kulturális és a sportberuházások tekintetében is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy Nyíregyháza fejlődhessen tovább, töretlenül haladjon előre, hogy a lehető legtöbb lakosság és turizmus szolgáló beruházás valósulhasson meg. A Nagykörút bezárásának beruházása közel másfél kilométeres hosszúságban jelent négy sávosítást. A jelzőlámpás csomópontok mellett új kerékpárutakat és gyalogutakat építettek ki, a Simai úton pedig egy hidat is kialakítottak. A következő években pedig tovább fejlődhet a város közlekedési hálózata, mondta el Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára. Nagyon fontos projekt Nyíregyháza nyugati északi elkerülőjének a folytatása, hiszen az elmúlt hetekben szereztük meg a környezetvédelmi engedélyt, itt célunk az, hogy a kiviteli tervi előkészítésig tovább vigyük a feladatainkat. Nyíregyháza ipari park gazdasági övezetének szintén számos előkészítése folyik a háttérben, új autópálya csomópontot terveztetünk az M3-asra, foglalkozunk a 49-146-os és a 49-25-ös utak terveztetésével, hétköznapi nevén a régi 4-es, illetve a nagykálói utak megtervezésével, és ha már a komplexitását említettem ennek a projektnek, azt gondolom, hogy a következő, ez mérhető összetettségű projekt, az nem más lesz, mint a 4-es számú főút Nyíregyháza bevezető szakasza, aminek a terveztetését szintén el fogjuk kezdeni. A Nagykörút bezárását jelentő több mint 7 milliárd forint összértékű beruházást 5,5 milliárd forinttal támogatta az állam.